Ugyan tavaly ünnepelte 25. évfordulóját az Újpesti Csokonai Vitéz Általános Iskola és Gimnázium, de az idei év sem múlik el Csokonai is ünnep nélkül, hiszen november 17-én Csokonai nap lesz. Ennek a propóján köszöntöm az iskola igazgatóját, Tóth Niszterú Kildát, Kezi örülök, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok! Nyilván ez úgy pontos, hogy nem a Csokonai nevű iskola 25 éves volt tavaly, de ezt majd mindjárt elmondja, viszont ezek szerint azért az ünnepségek során nem áll meg, hiszen Csokonai napnak lennie kell. Ez így igaz. ez így igaz. Az iskolánk a Bőrfestő utcai általános iskola 1988-ban jött létre, akkor alapította az akkori, még nem önkormányzat, hanem negyedik kerületi tanács, uh -huh. úgy emlékszem akkor Káposztás megyeren ez volt az első általános iskola, és, és ez így működött, nagyon sok gyerek volt benne, én akkor még nem dolgoztam ott ezeket, csak a, a kollégáimnak az elmeséléséből ismerem. A legendáriumból. A legendáriumból így van, pontosan. És 2003-ban kapta meg azt a felemelő lehetőséget és nagy lehetőséget és kihívást az iskola, pedagógusok és iskolavezetők, hogy középiskolai tagozatot is indíthattak, és én ekkor kapcsolódtam be az ott folyó munkába, uh -huh. és akkor vettük föl Csokonainak a nevét. Tehát az iskola fennállásának 25. évfordulója volt tavaly, a, a gimnázium középiskola indításának pedig a 10. tehát egy ilyen kettős jubileumi év volt és az egész évre rányomta a bélyegét, hogy így, így fogalmazzak, nagyon sok rendezvényünk volt az elmúlt évben, és akkor is a Csokonai Napon, november 17-én indítottuk útjára a programsorozatunkat. Erről a napról majd azért mindjárt egy kicsit részletesebben is beszélek. És az azért volt nagyon különleges, mert a, a hagyományaink mellett ö, meg, ö, meghívtuk tavaly az régi igazgatókat és régi nyugdíjba vonult hmm. kollégákat, akik ö, a kezetektől tanítottak az iskolánkban, illetve nagy szerencsénkre van egy csomó olyan kollégám, akik, aki 25 év óta egyfolytában itt dolgozik. így a van, Így van, így van, és akkor azt találtuk ki, hogy készítsünk egy, egy, az elmúlt 25 évről egy dokumentumfilmet. Hmm. 也是。 Ezen, tehát tavaly ilyenkor, 2013. november 17-én jöttek el ezek a régi igazgató kollégák, volt egy ilyen találkozó, és akkor, és akkor uh, riportokat készített egy régi tanítványunk. Ja, és tehát aztán egy ön tanítvány, aki ez, Így aki... van, így van, Aha. aki aki azóta már felnőtt és, és tévés, lett, tévés hát. lett. pontosan, és akkor elindult útjára ennek a filmnek a készítése, és végül most elkészült. Úgyhogy ennek a premierje lesz holnap. Uh -huh. Úgyhogy megint meghívtuk a régi igazgatókat, kollégákat, és, és ennek a filmbe mutat lesz, illetve még egy filmet készítettünk, az pedig a tavalyi éveseményeit foglalja össze, a november 17 egy csokonai naptól kezdődően, amikor útjára indult a programsorozat, akkor volt egy kiállítás megnyitónk, és a, vagy meg kiállításunk és a kollégák munkáiból, illetve a gyerekek munkáiból a dísztermünkben. Aztán márciusban volt egy fergeteges, 25 órán át tartó sportnapunk, egész éjjel sportoltak a gyerekek, szülők és kollégák és, és barátok. Nagyon-nagyon jó volt. Aztán májusban volt egy az EU-hoz való csatlakozásunk kapcsán, a Diák önkormányzati nap úgy zajlott, hogy 25 helyszínen, 25 osztály átalakult EU egy-egy EU-s országá. Nagyon jó kis bemutatókat tartottak a gyerekek, és utána minden osztály kapott, tehát 25 osztály kapott egy kétperces lehetőséget a színpadon, tehát iszonyatosan jól érezték magukat a gyerekek, nagyon-nagyon jó volt a műsor. És aztán pedig, előtte egy hónappal már készültek rá, a 800 gyerek a Capsong produkciót adta elő az iskolánkban gitárosokkal, régi diákokkal, szülőkkel, gyerekekkel együtt. Nagyon-nagyon jó volt, és, és akkor és még volt egy volt egy máj június elején, az ifjúsági házban, az volt a, az évnek a zárása, és akkor ezekből a produkciókból is összeállt egy, egy másik film, egy DVD, és ezt pedig a szülőknek a rendelkezésére fogjuk majd bocsájtani. Volt esemény bőven, de volt akkor bőven. pont így, pont ezért, ez a tizedik csokonai nap, tulajdonképp, végül is a akkor ez ennek az évnek az árása, nem? Tehát a jubileum évnek Igen. az árása ilyen szempontból, és folytatása az előző jubileumi csokonai napnak, hiszen akkor most látják Igen. az eredményeket. Igen, Igen. az első ilyen csokonai nap 2003. november 17-én hmm. volt, amikor fölvette az iskolánk a csokonai, csokonai nevét. Akkor volt a névadó ünnepségünk. Ja, tehát ezért november 17-t ezt van, akartam kérdezni. Így kérdező, van, ez hogy... Csokonai-Csokonai születésének a napja, mm. és mindig ezen a napon ünnepeljük, mm. bármilyen napra, esen hát Természetesen, hogyha hétvégére esik, akkor nem. De úgy egyébként. Csalni hétigen, kell, de Vagy picit csalni kell, ezt mindig megszoktuk tenni. Tehát vannak hagyományaink, nagyon fontosnak tartjuk, hogy hogy hagyományokat teremtsünk. A mi iskolánk nem egy több száz éves múltra visszatekintő iskola, nagyon fiatal, egy lakótelep életében is 25 év, hosszú-hosszú, de egy iskola életében mégiscsak rövid. Mm. És én nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a hagyományok, amiket kialakítottunk, ezek élő hagyományok már. Például ez a csokonai nap, ez akkor, tehát onnan datálódik, 2003 óta van, amikor az első középiskolás osztályunk, illetve az első, a, a csokonai 12 éves iskola első, év, első olyan osztálya volt, első osztályos, aki ebben a rendszerben nevelkedett már. már a így van, így van, tehát csokona is diákká vált, akkor avattuk őket először ünnepélyesen csokona is sá, és azóta ez minden évben megtörténik. Ja, tehát, hogy igen, tehát ezzel most rátért erre a így mostani van, 17 -ére, így így hogy akkor ez, tehát ez egy hagyomány, hogy az elsősöket... És a kilencedik és a eseket, eseket, tehát, tehát, az elsős általános iskolás és az elsős gimnazista, tehát Fölavatjuk, föl így van. Egy, fogada, egy ünnepélyes fogadalomtételre kerül tök jó, sor. Az, nem? Igen, és megkoszorozzuk a költőnek a domborművét, amit hmm. a aulánkban található és utána van egy csokonai emlékműsor, amit mindig valamelyik kollégám és egy osztály állít színpadra. Uh -huh. Igen, ez, ez, nagyon színvonalas műsor szokott lenni. Fogadalomtétel, koszorúzás, tehát ez, ez az ünnepélyes része a, a csokonai napnak, ez és reggel ez körforgás, akkor ilyen is, hogy melyik osztály csinálja, hogy akkor hát fontos ez, nem? Hogy... Igazából Igazából kollégák szokták maguk elvállalni, és akkor, és akkor, az és az akkor kiválogatják mag... azokat a ja, gyerekeket, akik akiket a legalkalmasabbnak mm. tartanak erre a feladatra. Nagyon-nagyon jó A féle lenni. önfejlesztő iskolaként, Pontosan, ahogy a múltkor pont erről beszéltük, van, hogy a Csokorai egy van. önfejlesztő iskola. Így van, így van. Ez így igaz. És uh, kilenc, ez körülbelül 9 óráig szokott tartani. Ez a ceremónia, uh -huh. és uh, utána egy rövid szünet után pedig uh, hosszú éveken keresztül a CTDK és CTTK, ami, ami a Csokonai Tudományos Diákkör és Csokonai ki, ki Tudományos uh, Tanárkör uh, mozaik szava, uh -huh. uh, azt jelentette, 10-től 12 ig zajlott körül, zajlottak körül ezek az események, amikor különböző előadásokat tartottak a diákok, illetve a tanárok olyan témákban, amit nem a tantárgyukhoz kötődő uh -huh. volt. Tíz, több mint tíz évig ezt csináltuk, most az idén először ö, külsős előadók jönnek az iskolánkba, és ö, körülbelül 30 féle előadás lesz ö, holnap 10 és 12 óra között. A külsősöket úgy kell érteni, hogy régi diákok, ja. régi kollégák, szülők, akik. Ö, és De hát miről, egyéb miről más, tartanak előadásról? Nagyon sokféle előadás, a néhányat kiemelnék ezek közül. Lesz például a zászlókról aztán lesz egy hadi tudósítás című előadásunk, aztán lesz egy olyan, hogy száraz halpuszi a mai magyar festészetről, akkor textiltárlat, az asztékokról, a rajzfilmkészítésről, aztán egy vándor visszanéz, kötetlen beszélgetése egy kötetről, csak a legérdekesebbeket. Valóságmodellezés, ez matematika, csak úgy megjegyzem. A magyar nyelvjá nyelvjárások gyűjtése, illetve futballkluboknak a címereiről, tehát ilyen. És akkor a, a diákok vagy választhatnak, a... hogy melyikre mennek, vagy? Igen, egy, egy, hát egy kis szervezést azért igényel, mert hogy, mert hogy azt szeretnénk, hogy mindenhol legyenek uh, diákok, Persze. de tulajdonképpen választhatnak. Jó, de igen. hát értelmszerűen nem mindenkit érdekelhet minden. Persze, így van, igen. ezt az osztályfőnökök koordinálják. <laughs> uh -huh. És akkor két, két, kétszer mennek le ezek az előadások, tehát hmm. kettőt tud minden, ja. minden diák megtekinteni ezek hát. közül és ez, ez, olyan koradél déli, délelőtti, vagy koradél utáni órákban véget ér, utána egy rövid szünet után pedig most a mai nap, vagy a hétfői nap úgy folytatódik majd, hogy ezekre, ezeknek a filmeknek, amiket a tavalyi évben elkészítettünk, a premierje következik. Ünnepélyes filmpremier. Így van, így van, a több helyszínen, több részletben vetítik le, hmm. a, vetítjük le a filmeket az érdeklődők számára. Gyerekek, szülők, régi diákok, régi uh, tanárok jöhetnek és megnézhetik. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz szerintem. Én már láttam, uh, nagyon Jó. izgalmas a 25, így van, tehát én már megnézhetem a 25 évről szóló dokumentumfilm, ahol megszólalnak ezek a tanárok, akik hmm. 25 éve ott dolgoznak. A mi iskolánkban, illetve a régi kollégáim. Úgyhogy szerintem még csak én láttam meg, aki készítette, úgyhogy biztos nagyon izgalmas lesz a többieknek. De is. akkor ez egyben egy ilyen öregdiák találkozó is, nem? Utána lesz az öregdiák ja, tehát találkozó. Tehát egy hivatalos öregdiák találkozó. Így van, a hivatalos öregdiák találkozót 16 óra és 20 óra között szervezzük. Lehetőséget adtunk a régi diákjainknak, hogy találkozhassanak egymással, illetve a tanáraikkal, uh -huh. és hát így kinyitjuk az iskola kapuját. Vannak visszajelzések, tehát egész osztályok is jönnek. Nek hát lehet, lehet, hogy csak úgy egy-egy diák betéved a régiek mm. közül, szeretettel várjuk őket, tehát ott leszünk. Most Kanárok mondjuk akkor várjuk. azoknak a csokonaisoknak, akik esetleg nem tudnák, vagy nem tudták, hogy november 17 csokonai nap, vagy elfelejtették volna, hogy az iskola szeretettel várja őket. Így van, megkérdettük a, a közösségi oldalainkon, de hát elképzelhető, hogy nem mindenkihez jutott el. Tehát sommázhatjuk, hogy akkor ismét érdekes lesz a csokonai nap, és még egy hagyomány, ezért valószínűleg jövőre is meg fogják ezt tartani. Pontosan. Tehát a csokonai nap jövőre is lesz, mindig november 17-én, és elképzelhető, hogy jövőre is erre a napra tervezzük majd az öreg diák találkozót, úgyhogy készüljön minden csokonai is. És még egy dolgot, kettőt szeretnék Na, no, elmondani. Parancsoljon. Méghozzá az, hogy, hogy a szülők nagyon sokat segítettek a tavalyi évnek a rendezvényeiben, és készült egy tehát azt találták ki az én kollégáim, hogy készítsünk egy falat az iskolánkban, amit különböző ilyen tenyérnyi méretű pázlikból raktunk ki. Mm. Minden diák, aki szeretett volna, vagy kedvet érzett hozzá, illetve szülők, régi diákok is, festhettek egyet, mm. és ezt a tanárok, tanároknak az, az irányítása mellett tették. És most készül ez a fal. És tehát a darabjai készen vannak? Így csak... vannak, ez így van, ezt tavaly elkészítették, hmm. és most most kerül föl a helyére, az első emeleten lesz, lehet majd megnézni. Nagyon-nagyon jól néz ki, és hát én azon gondolkodtam, meg kérdeztem gyerekektől is, hogy, hogy mindenki nagyon örül neki, hogy ez, ez, ez a közös munka megvalósult, mert hogy mindenki megtalálja a kis darabot, amit ő csinál, tehát ebből a kerek egész, egészben mindenkinek ott van a. a a kézlenyomata, a munkája, és kérdeztem a gyerekeket, hogy számukra mit jelent ez a fal, és hát ilyeneket mondtak, hogy az összetartozást, meg azt, hogy egy közösség vagyunk, meg azt, hogy azt, hogy mindenki más másmilyen, és hogy sok színűek vagyunk, mm. és hogy, hogy azt tervezzük, hogy fogalmazást fogunk velük iratni ezzel kapcsolatban. Tehát ha arra járnak majd, akkor feltétlenül nézzék meg ezt a falat, mert nagyon-nagyon jó. És nagyon szépen néz ki, és örülni fog mindenki, aki ezt majd megnézi, szerintem, aki ilyen része volt abban, hogy ehhez hozzá tehetett. Egyébként lehet még uh, folytatni. Tehát, ja, tehát nincs hogy, lezárt, nem, nem lezárt így van, az alkotás. Lehet folytatni. És uh, meg szeretném köszönni uh, a Újpest önkormányzatának azt, hogy az előző évet, a jubileumi évünket támogatta anyagilag is, mert a filmek elkészítéséhez anyagi támogatást nyújtott, ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani mert minden rendezvényünkre jött ez, akkor ez a régi tanítványunk, aki, aki végül is ezt a filmet elkészítette. Azt Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm Új Újpesten kormányzatának. Azt lehet mondani, hogy amit mondott, amit jelképez ez a nagy, nagy alkotás, hogy a ez alatt az iskolához mérten rövid idő alatt közösség lett, és hogy talán annak a körülötte lévő közösségnek is az iskolája, a lakóközösségnek is az iskolája? Pontosan, pontosan. Tehát a szülőkkel nagyon jó a kapcsolatunk, illetve a régi diákjaink is visszajárnak. A közösség, tehát a, a, a hagyományteremtés az azért, azért nagyon fontos, mert hogy azt fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek kötődjenek az iskolához, uh -huh. hogy az iskola élet színesebbé váljon, és hogy, és hogy egy közösséget alkothassunk. Mert ugye az a célunk, hogy a gyerekeket, akik fiatalokat, akik kikerülnek tőlünk, akár 14 évesen, vagy majd 18 évesen, ők megállják a helyüket a főiskolákon, egyetemeken, a munkahelyeken, hogy soha ne riadjanak vissza a feladatoktól, és hogy a céljaikat, a boldogulásokat azt úgy érjék el, hogy, hogy a, az embertársaikkal együtt érjék, ezt, érjék el, és támaszkodjanak egymásra. Tehát például ez a, ez a Pázsült fal is ezt uh, jelképezi. Meg a Csokonai nap is, ami. Így van. Ami az nagyon sok uh, szerencsét kívánok, hogy ez szép nap legyen, és hát sok erőt a hagyományteremtéshez. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.